Bejelentés érkezett a Jászhegy-Kun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központjába egy tiszafüredi lakostól. A bejelentő elmondta, férje telefonon értesítette arról, hogy a vasúti átjárót elhagyta Poroszló irányába, amikor egy stégről a tiszató sekély, de iszapos vizébe esett. Onnan nem tudott kimászni. A nő és fia a porúját férfi keresésére indultak, azonban nem találtak rá, és a telefonja sem volt már elérhető, közölte a Jászhegy-Kun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A tiszafüredi rendőrkapitányság két munkatársa, Garabec Péter rendőrfőtörzsőrmester és Majzik Máté rendőrfőtörzsőrmester, valamint a velük közös szolgálatot ellátó Bíró Tibor és Kucik Sándor polgárőrökkel kezdték meg a kutatást. A keresők fél óra elteltével találták meg a vízben a kerékpárján fekvő férfit, aki kihűlés közeli állapotban volt. Este egy hölgy tett bejelentést a rendőrségre, miszerint a férje eltűnt. Ezek után felvettük a hölgyel a kapcsolatot, aki elmondta, hogy két óra hosszája nem találja a férjét, illetve annyit mondott neki, hogy valahol iszapos vízbe esett. Rögtön a férfi keresésére indultunk, akit körülbelül fél óra elteltével sikerült megtalálni a Balneum Hotel mögötti Tiszapart szakaszon. A férfit ezek után rögtön kiemeltük a vízből, feltettük a körülbelül másfél méter magas stégre, illetve értesítettük a mentőszolgálat munkatársait. A mentőszolgálat kiérkezésekor a férfinek a vizes ruháit elkezdtük levenni, illetve a mentőszolgálat megkezdte az ellátását és a kórházba szállítását. A rendőrök életmentését a mentőszolgálat munkatársai fejezték be, akik kórházba szállították a 66 éves férfit.